Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket egy újabb Pokémon videóban. A Pokémon Moon végjátszás következő részét látjátok. Tudom, hogy egy kicsit elhanyagoltam a sorozatot, sőt a csatornát is, de újra itt vagyunk. Kicsit be vagyok rekedve, mélyebb a hangom. Tegnap egy hatalmas bulin vettem részt. Úgyhogy nézzük, hogy Team Skull mit tartogat most számunkra. Egy beszélgetést látunk, két ember dumál, és valami... igen, szóval hogy ők lesznek a úgymond a helyi rakétacsapat. Tehát Team Skull-al lesz dolgunk. Nem tudom, ki látott már Facebookon ilyen videókat, iszonyat őrült formák, úgyhogy remélem, hogy fogunk velük találkozni, és megnézzük, hogy mit tudnak. Itt egyébként az alsó képernyőn, vagy az apró képernyőn látjátok azt a kis zászlót, ami felé megyek. Igazából már nem is nagyon kell gondolkozni, igazából mész, megkeresed a zászlót, aztán ott folytatódik a történet. Hova fogunk? How's it bálna? Na jó, nézzük, hogy miről lesz itt szó. Oké, Malasada. Rengeteg az olyan referencia, amit én nem értek, mivel se amerikai nem vagyok, se Hawaii-on élő benszülött törzsből leszármazó ember. Nem menjünk bele igazából, igaz? Oké. Nem valószínű, hogy ez érdekel. Team Skull or Malasadas, how can we choose? Na, most nem látok zászlót a képernyőn, úgyhogy csak megyünk. Itt két meccsem van. Oké, szóval ők itt fitnesselnek, vagy mi? Nyomják a vízi aerobikot víz nélkül, medencébe? Igazából ez csak valami tér. Így el van különítve. Nézzük meg, menjünk itt be valakinek a kerítésén. Áthatoltam, és nézzük, hogy milyen Pokémonokkal találkozunk itt. Elsősorban valami Ground Pokémon szeretnék elfogni, de ez a Rattata is megteszi. Egy kis gyakorlásnak. Ha jól emlékszem, akkor kaptunk már el ilyet, de lehet, hogy nem. Az előző játékban egy Pokilabda mindig szerepelt a név mellett. Most ezt nem tudom megállapítani, úgyhogy elkapom minden esetre. Hát sokat nem vett le, ugye ő csak tackle tud szerintem ilyen... A 700-át. Nézzük, hogy van-e pokilabdánk. 15 darab van, ugye, gondolom az előző adásban vásároltunk. És ennek meg kell, hogy legyen, ennek meg kell lennie. És... Olé. Oké, szóval lehet, hogy már elkaptuk. Lehet, hogy tök hülye vagyok, és teljesen feleslegesen pocsékoltam még egy labdát. De ingyen megtudjuk. És nem kaptuk még el. Most regisztráltuk, ez ugye az Alola verziójú bajszos Rattata. Ilyen kis komisz Mario bajsza van. Nekem egyébként eléggé bejön. Maga a Pokémon az csak Dark, ha jól tudom, annyiban tér el. Mi lesz itt? Ja igen, hogy bővítsük a melemelei Pokédexünket. Dark és normál. Nem tudom, hogy mennyi haszna van. Én úgy gondolom, hogy ezt nem fogom erőltetni, úgyhogy a adandó alkalommal kirakjuk majd a csapatból. Oké, nagyszerű. De ugye regisztrálni Pokémont egy vidám dolog. Nézzük, van-e itt más, vagy esetleg valami kincs elrejtve. Itt van egy HM, vagy TM. Echoed Voice. Szerintem az, ami normál támadás lesz. Nagyon nem vágom. Sajnos. Na. Nézzük a következő attrakciót. Megint egy Magnemite. Úgy látszik, hogy nem voltak túl kreatívek itt az első pár zónában. Igen, ott van a Pokélabda neve mellett, szóval tudjuk, hogy ezt már elkaptuk. Reméljük, hogy a tündérsok az feléletét leveszi. Igen, oké, akkor csak kettőt kell nyomnunk. És tackle-t használ. Brilliáns, nem kaptunk Supersonicot, semmi gyökérséget a játéktól. Úgyhogy ezen hamar túl leszünk. Ugye a Magnemite-el nem tudok elrohanni, mert mágnese van. A nézés a szüttyögésért, úgy látszik meg is fáztam, nem csak berekedtem. Szüttyögés, micsoda szó ez? De hát valahogy így írnátok, ha nem. Na jó, menjünk ki ebből a kerthelyiségből akartam mondani, de már is a következő Pokémon elé. Ismét egy Abra. Nem fogjuk tudni elkapni, ha csak nem működik a Supersonic. Nézzük. Jó. Hát, Supersonic vagy Paralyze, és gyorsabb nálunk? Hát, beszarok öcsém. Nagyszerű. Abrát nem tudtuk elkapni, nem tudtuk elcsípni.
Lerálophattam volna egy Great Ball-t, igen, mondhatjátok, de annyira, mondom, nem vagyok megőrül, vagy most minden Pokémon beszerezzek. Úgy látszik, be tudunk menni. Ruhabolt! Én nem ruhabolt, hülye vagyok. Félrenéztem. Menjünk be vissza. Valami kávézó lesz? Oké. Malaszada volt. Sweet malaszada. Jó, vegyünk egyet, nem tudom mi az, de... szóval Pokémononak kell odaadni? Adjuk meg, nem állítnak. Na szóval úgy látszik, hogy ez egy étterem, ahol megehetjük a helyi különlegességet. Az alolai paprikás krumplit fogják feltárolni. Sweet malaszada, mancs, mancs, mancs. Meg is ettük, úgy látszik. Reméljük, hogy meg nem állít... Ó, meg nem állít jobban szeret minket. Hát ez fantasztikus. Reméljük, hogy hamar át is alakul. Magnezone-nál, ugye ez a harmadik forma, szóval korábban nem tudtam nektek megmondani, de Magnezone-nak hívják. És remélem, hogy jól tudom. Nézzük, mi van még erre. Itt egy rendőr, vagy valami szekus. Oké. Okay. Ez tök jó. Menjünk be a rendőrségre? Ez egy nagy ötlet. Ugye régen mindig a Jenny nővér volt itt. Most valami kis boxi verziója van. Hát, jó. Akkor nem erőltetem. Ha szerinted se. Erre esetleg van valami kincs. Mekkora üres tér, te jó ég. Semmi nincs itt. Na jó. Nem tudok kijutni, de ki tudok. Menjünk erre lefelé, nézzük, hogy... Ó, itt le tudunk jutni a beachre? Beachre-ra? Oké. Nem kell cukorka sem. És Lima... Még nem tudom, mi ennek a csajnak, vagy hogyan kell kiejteni a nevét. Legyen mondjuk Ilima. Oké. Captain Ilima. Jó, check it. Uha, mi történik? Team Skull. Na, erről beszéltem, gyerek, felhangosítom egy picit. És vissza a csendes zenére, hát ez kurva jó. Hoppá, nyomják a figurát. Ez itt a Hip Hop Boys. 90-es évek. Hát ez nagyon-nagyon vicces. Oké, szóval ők a tolvajok. Visszahalkítom. Valószínűleg Pokémon harc lesz. Úgyhogy készüljünk fel. Elkenjük a száját itt a helyi rakétacsapat egyik első balfácánjának. Oda kell menni hozzá? Bocsánat, mozog itt a kamera. Képernyő igazából. Kezembe. Nem találtam még, hogy hogyan lehetne jobban lerögzíteni ezt az állványt. Hogy ez van. Nos! Team Skull Grant. Nem néz ki valami erősnek. Egy Pokémonja van, és egy Zubatet kapunk. Hát ez szerintem egy pörkölésből el kell, hogy tudjuk zavarni a sunyiba. Meg ne állt. Meg ne állj. Tündérsok. És boom. Ennyi vagy. Köszönjük. Hatalmas volt a show. For real. Igen, kikaptál, vesztettél. A srácok, szerintem zúzzunk tovább. Gyorsan, ne ezzel foglalkozzunk. Ha csak nem kell Ilimával is megküzdenünk. Ficsoda, bozdulatok. Miért így kommunikálnak, mint az őrült majmok? Zúzzatok el francba? Gyengék vagytok. Mindenki röhög rajtuk, szerintem. Igen, még ez a rózsaszín hajú. Nem tudom, transgender is. Föltetette a Pokémonunk életét ezután a fárasztó csata után? Hú, a játék iszonyat dedós módon kezel minket egyelőre, mint mindig. Abszolút ready vagyok, öcsém. Abszolút ready vagyok. Bármilyen próbát kiállok, szerintem. Nem tudtak olyat mutatni. Jó, hogy ez a trial? Oké. Okay. Akkor csak le kell nyomnom ezt a hölgyet. Két Pokémonja van. És mindjárt meglátjuk, mi az első. Jungos, ez a kis Donald Trump. Hát ez nagy eresztés, hallod. Jól van. Meg nem állj, pakolj fel neki. Mit toljunk? Szerintem nézzük meg a steel támadást.
Lehet, hogy ennek nagyobb a... Meg kell néznem a base damage-ét. De szar. Leert nyom, ez sokat nem... Alapvetően egy normál Pokémon nem tud sebezni. Tehát normál támadással ugye acélt... Jaj, rossz, megint azt nyomtam meg véletlenül. Érintőképpen kéne használnom, de igazából ebből is elintézi három. Hursuit, ez Dark támadás, mert valamennyit levett. Nézzük meg a Thunder. Jaj, ne! És Thunder Wave-et nyomtam a Thunder Shock helyett. Nagyon nem megy ez. Bénázok ezzel a szerencsétlen ellen. És tudta használni a Pursuitot. Jaj, atyám. Na, még a végén lenyomnak, persze. Na, takarodj vissza a sunyiba, Donald. Úgy. És fénytelés jöhet a következő, delikváns, akit ugyanúgy a halálra fogunk juttatni. Ratatta közben szintet lépett és megtanulta a Focus Energy-t. Smergle. Smergle az azt hiszem, hogy Dark Pokémon, úgyhogy keep battling. Nem lesz gond. Ja nem! Ja, ez a festő Pokémon, úristen, ez mekkora egy kalapszar. Már bocsánat. És pont ilyet használ. Tackle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hogy vehetett le ennyit? Valószínűleg fel van proteinezve ez a kis hörcsög. Azért ilyen, és én még nyomtam egy kritikát, jó, azért meg nem árt, se hagyja magát. Ha csak nem halunk bele a következő ütésbe, kizárólag, hogy belehalunk. Basz meg, egy életünk maradt. Az igen. Nem szarra gurigázik, de ez is kevés, meg nem állt, túlélte. 12-es szintre fejlődött. Csoda. Csodás. Etekben nem növünk, csak a special attackünk lesz rohadt erős. Meg remélem, hogy a special defense-ünk is. Nem, a normál defense-nek kéne jól kennie, hogy a sok hülye krit... nem is tudom. A super effektív támadás bírjuk-e jobban, vagy az, ami alapvetően is... hogy mondjam, nem vagyunk rá szuper effektívek, tehát mondjuk ha megtámadnak minket növénnyel vagy vízzel, akkor azt jobban bírjuk, ugye a special defense-et tudom védeni. A fightingot, ami egyébként jó sebez rám, azt meg normál defense-el. Na szóval, valamit magyaráz nekem ez a kis robot itt alul, de semmi extra. Nézzük meg itt a beach-re, nem lehet lemenni. Van egy pár ember, hát ha kapunk valamit, X-Defense-et? Hát ez nagyon nagy. A csata közben használhatom egy ilyen defense növelő. Iszonyat, soha életemben nem használtam egyet se ezekből az X valamikből. És egy X-eteket, jó. Nagyon nagy lelkő játék. Jó, nem kell magyaráznod. Felviszi az attack vagy a defense statját a Pokémonunknak. Mi ez itt? Bevásárló központ? Vagy állomás? Aha, szóval, hogy ez a hajóállomás, de most éppen nem működik. Nyilván a sztoriban előrébb kell jutnunk, hogyha azt akarjuk, hogy működjön. Na jó, folytassuk a csatangolást. Közben itt a térképet próbálom lesni. Hát, ha erre el tudunk jutni vissza főútra. És valószínűleg ez össze is fog jönni. Oh yeah! Szóval, kicsit elvesztettem a pár rossz gombot nyomok, az irányérzékem, pontosan nem tudom, hogy mi, ott az ászló gyerekek, hát énkor. Fogom magam és oda sétálok. De ugye megígértem a Ratatának, hogy kirakom a csapatból, illetve, hogy meg nem álltott visszatesszük a... Szóval, megyünk is tovább, azon nyomban. Wait for me, megint itt van Lili. Az a kis purgyi nem hagy minket békén. Kalapos hölgy. Na mi lesz? Igen. Az első próbát, ha jól tudom, akkor kiálltam, hogy az a kapitány az egy próba volt. Oké. Okay. Üres fecsegés. Megszólalt a kis hörcsög. Csend legyen. Na szóval most megyek az első trialon felé, hogy látszik. Tehát akkor az még az a Pokémon csata az nem számított. Mi van itt? Megint itt egy Taurosz? Az a Taurosz, ugye? Nem kísérted haza, Dagibá?
Megint meg kell simogatnom. Atya Isten. Jaj, bocsánat. Eltoltam a kamerát. Mú. Ez volt a trükk. Igen, imádom a Pokémonokat simogatni. Ez a fejtésem. Megint meglógott. Papa, rohanj utána. Boroskannát meg itt hagyod? Na mindegy. Na, Istenem, és akkor minden kommentel ez a kis Rotodex, mi volt a neve? Már nem emlékszem. Lényegtelen. Pakolj fel, Bungie. Ez egy tréner? Oké. Nem tréner. Ott valami mozog a fűben. Lehet, hogy az valami brutál dög lesz. Smeargle. Legkevésbé sem érdekes Pokémon. Ugye ez annyit tud csinálni, ha jól emlékszem, hogy változtatni tudja a típusát a támadásának. Azt szerint, hogy milyen Pokémonnal van szemben, vagy áll szemben. Hát, elkapjuk. Jó, nyomjunk rá egy Super Sonicot, meg egy Thunder Wave-et kap még. Ujjjj! Megpaskolt. És levet magától? Pakker! Nem lehet confused, ez érdekes. Oké, akkor how about a Pokéból? Így, ni? Szerintem nem fogjuk tudni elkapni. Egyből. De aztán ne nekem legyen igazam. Pazze, benn van, király. Hú, ezzel se kell már többet szarakodni. Smeargle. Fura egy név. Meg van a Pikachu Pokémonunk. Szóval a normál és mi? Registered. Jó. Ő normál. Sima normál Pokémon. Painter Pokémon, öregem. Meg vagyunk. Nézzük azt a másik fűcsó. Hoppá! Egyből idefutott, meg sem mozdultam, nem csináltam semmit. Az egy harci Makuhita, igen. De elkaphatjuk. Nagyon nem fog vele kezdeni semmit, mert ez sima fighting. Nem tud semmi más. Plusz a lány. Makuhita. Pedig eléggé hawaiias a neve. Szendetek. Nehezebben fogjuk eltalálni. Nagyszerű. Nézzük a Thunder Wave-et, hogy szereti. És elkaptuk vele. Bingo. Tackle. Hát ez nagyon megy. Egyetlen egy Pokémon, aki sebezhetne rám rendesen, az nem tud, mert nem használ Fighting Move-ot. Super Sonic. Nem fogjuk tudni... Alapvetően ennek nagyon kicsi a valószínűsége, de lejjebb kell vinni a HP-t, mert én nem fogjuk tudni elkapni egy sima pokélabdával. És megpróbálom. Összejött! Hú-hú. Közben itt elmegy valami, nem tudom. Repülőgép, helikopter mögöttem, elnézést. És... Basszus. Használni tudta. Nem baj. Megvárjuk. Egyszer pofon csapja magát, szerintem az bőven elég. Mondjuk simán lehet paralyzed is. Muszáj egy kört még kipróbálni. Ugye ez nyilván nem működik, azért nyomtam rá, hogy húzzam az időt. Nem, már is fighting move-ot használ, úgyhogy paralyzed és confused is. Beszarok, srácok, beszarok. Úgy utálom ezt a izét, rohadt randomságot a játékban. Jó, igen, és... Üsse már meg magát, legalább egyszer. Ez az. Nagyszerű. Pont ennyi kellett. Táska, pokélabda, és elkapjuk. Egész biztos vagyok benne, hogy nem jelentett túl nagy akadályt. Bár ugye ez is random, hogy el tudjuk-e kapni. Számok mennek jobbra-balra, és bang, megvan. Ugye, hogyha paralizáljuk, vagy nem tudom ezt magyarul, hogy mondják, paralizáljuk, vagy... elaltatjuk, esetleg megmérgezzük, vagy megégetjük, vagy esetleg jégbe fogyasztjuk az ellenfelet, akkor sokkal könnyebben el tudjuk kapni.
mert lemennek a statjai. Oké. Okay. Registered funk. Yeah. Mele-mele Pokédex. Sima fighting, látjátok. Ebből van egy átalakulása, vagy nagyobb dög, de nem igazán ütőképes. Ütőképes. Nézzük közben, Litten nagyon régóta nem láttátok. Kicsit próbálkozunk. Hogy is van ez a switchelés? Már megint nem emlékszem, itt van így. Oké. Okay. Szóval egy picit próbáljunk meg vele körbenézni itt, hát ha nincs más, nem találunk mást. Viszont Pokémon Encounter az van. Az van dögivel. És egy abra lesz a ellenfél. Megpróbálhatjuk likkelni. Hát nem hiszem, hogy túléli. De hát próbáljuk meg. Legalább kapunk érte XP-t, ha meghal. Jaj, szegény. Oké, okay, meg vagyunk. 14-es szint, ollé. Litten aranyos, egész megbízható kis dög. Na, zúzzunk tovább. Láttam egyébként, hogy ez egy pokétréner. Pokétréner, sima tréner. Nézzük, mit van, Barbie baba. Meg ne fordítsd magad, mutasd a kis farodat felém, miközben beszélsz hozzám. Szóval ő Beauty Crystal. Szóval itt beautyk is vannak. Szépség királynök világában. Gastly. Wow, nagyon egyedi Pokémonod van, hallod. Tök badass a csaj. Viszont nem fogja sokáig húzni szerintem. Egy embert nézünk. Valószínűleg túléli az elsőt. Igen, sajnos. Viszont mit kaptunk? Mi volt az nem figyeltem a támadásra. Ja, PP Reduce, hát ez nagy-nagy dolog. Búcsúzz el tőle. Így mi? Nagyszerű. Legyőztük Beauty-t. Szóval indulás föl ide. Nem állítasz meg minket? Vissza kéne menni, ugye tölteni. Mert... Bocsánat, itt szerintem elindították a mosógépet. Nagyon ízlésesen és udvariasan meg se kérdeztek róla. Igyekszem rövidre fogni a mondandómat, de még már akarom nézni, hogy ott fönn mi van. Hogy nektek meg tudjam mutatni. Mindjárt jelentkezem onnan. Szóval srácok, újra itt vagyunk, szaladok felfelé. Kiraktam makúhitát és a másik Pokémont, amit elkaptam a csapatból. Ugye a Smergle volt. Néha elfelejtem. Nagyon sok itt az abra. Nem tudom, a játék mit akar nekem mutatni, de hogyha ennyire akarja, ha ennyire szeretné, akkor el fogjuk kapni. És mutatom nektek, hogy mi a trükk. Fogjátok a bagget, és dobtok rá a Great Ball-t. Nem kapja a Great Ball, akkor semmi. Mondjuk ez egy 7-es abra, vagy mi van, 8-as? Ennyi. Pokélabda sose kapná. Nagyon ritkán. Nem sokat ér mondjuk ez a Great Ball se, tehát nem áldoztunk rá hatalmas pénzeket. Nagyszerű. Registered, jó kis pszichopokémon. Nyilván alakazom. Na, alakazamot nehéz összehozni, mert azt trédelni kell. Fiú és lány is egyszerre? Wow, oké. Okay. De nem tudom, írjátok meg kommentbe, ha szeretnétek, hogy abrát is bevegyem a csapatba. Egyelőre két Pokémonnal állandósulok, meg nem állt, és ugye a kezdő Pokémon Litten. De kell még más is. Nézzük meg, hogy itt a fűben mi van még. Tirüdüm, tirüdüm. Na nem ár. Jaj, csém. Menjünk tovább itt erre is. Nézzünk körbe. Az itt mi? Sírkő? Elállj az utam? Wow. Nagyon meredek ez a temető. Tehát találkozunk egy-két pszichopokémon a abrán kívül is. Vagy netán az a Gastly volt ott annál a pokitréner. Miért van a pokitréner? Trénernél a kis hintünk? Wow, Miss Travis. Oké, na. Őt el lehet kapni, esetleg még ezzel tudunk valamit kezdeni. Nézzük, hogy ugye ő nem vagyunk képesek megtámadni normálra, úgyhogy nézzünk egy embert. 9-es szint, nem rossz. Wow.
Nagyon bírja. Spájt. Öcsém. Szenya. Kis szenya. Most a pépénket le fogja vinni. Négyen. Oké. Hát, ha jól nézem, akkor ezen kívül még egy ember. Kritiká. Oké. És tudja a szájvévet. Egész jó kis pszichotámadás. Oké. Hát, megpróbáljuk a pokélabdát. Bár ugyan nem 1000%, hogy ez működni fog ez a terv. Ha nem megy a pokélabda, rádobok egy krétbolt, srácok. Szeretném elkapni. Ajjajjaj. Hajjajjaj. Vagy ugye azt csinálhatjuk, hogy ha nagyon, nagyon spórolni akarunk, vagy szeretnénk, hogyha pokélabdával legyen ez a kis dög. Aj, ma megint rosszat nyomok? Nem, jót nyomok. Akkor nyomhatunk egy Paralyzed Thunder Wave-et, és ez esetben el fogjuk tudni kapni valószínűleg pokilabdával is. Miért ne? Miért ne? Ha már egyszer. Ezen is spórolhattunk a zsíros kenyéren. Egyszerű. Thunder Wave. Nagyon leviszi ez az a statjait. Legalábbis a speedet biztosan. Úgyhogy nézzük. Imádkozzatok, srácok, mondjatok el egy imát nekem. Vagy értem, összejöjjön. Egy. Kettő. Ó, rohagy meg, te kis szutyok. Jó van, még egyet kapsz. Össze kell jönni, hát nem igaz. Részemről. Eltökélt szándékom egy. Negyedik pokélabdát. Most már igazán már Great Ball-t is rádobhattam volna egyből. De hajthatatlan vagyok. Egy. Basszeg. Na hát. Innentől kezdve már szánalmas a Great Ball-t használok. Nézzük. Egy. Basszeg. Mi van? Úgy látszik, hogy nem fogom tudni elkapni pokilabdával. Most akkor nézzük. Négy van még. Hát ez igazán kár. Láma vagyok, mondhatjátok. Nem sikerült összehoznom sima pokilabdával. De hát néha ez van, néha el kell fogadnunk a sorsot. Nem baj, nem baj. Csak öt pokilabdát szórtunk erre. Mondjuk az darabja 200 000 pénzt, ez nem sok. Lightskin meg akarja tanulni? Hát persze, miért ne? Sose fogom használni. Ja, hogyha ezek is vannak, akkor inkább nem. Lightskin ez egy olyan támadás, egy védekező mozdulat, amivel 5 körig a special attack-eknek a damage-ét fog... Hát nem is tudom magyarul ezeket mondani. Szóval, hogy a special attack-ek ellen véd minket 5 körig. Nem fogjuk megtanulni. Mert igazából nincs igény arra, hogy több körig túléljük, meg nem által, nem csak egy Pokémont használunk. Úgyhogy ennek örülök, Miss Dravis, nagyszerű. Remélem, hogy örültök neki, és remélem, hogy egyetettetek vele, hogy be kéne venni a csapatba, ha már egyszer itt van. Ghost Pokémon, if you hear sobbing sound, szóval ő sírdogál. Egész jó pofa. Na, ennyivel is többek vagyunk. Srácok, igazából szerintem, még egy összecsapást nézzünk meg, aztán szerintem rövidre vágom a dolgokat. És Gastly! Fú, gyerekek, nagyon jó ez a temető, ez nagyon bejön ez a hely. Ugye a Mizdrévus, ha jól tudom, az harmadik generációs, azon ajánlja, hogy csatok ki, mert nem vagyok benne biztos. A Gastly viszont első kell nekünk. Wow! Elaltott! Hogy rohadnál meg. És úgy fogjuk tudni elkapni, hogy használjuk azt a Pokémont, ami nem a Magnemite, és nem át Abrát nem fogjuk tudni. Ez necces, srácok. Ez necces. Ezt a Gastlyt nem fogjuk tudni elkapni. De hát kivégezhetjük Miss Dravist, mielőtt még...
hülyeségének semmi értelme. Oké. Nézzük a szájvévet. Meg fogja ölni. Jött, várjál. Szájvév az pont, hogy nem is izé effektívre. Remélem, hogy életben marad. Oké. És ez viszont egészen biztos, hogy nem fog működni pokélabdával. Van egy nagyon jó sztorim erről. Amikor a Pokémon Silvert játszottam, akkor azt hiszem, hogy Poké Tower azon a helyen lehet elkapni, és megvolt már a Master Ballom, és oda mentem, mert úgy gondoltam, hogy Gastly valamiért olyan Pokémon, hogy nem lehet elkapni normál labdával, és egy ráadottam, hogy Master Ballt. És másnap meséltem az osztálytársamnak, hogy összehoztam, ugye tőle kaptam kölcsön a Game Boy-t, összehoztam a Gastly-t, meg ráadottam egy Master Ballt. Haverom meg teljesen ki volt akad, hogy mit csináltál, te hülye? Mi a felének dobtál rá? Mert regisztráltuk Gastly-t, egyik kedvenc Pokémon ugye a Gengar, mert nem tudom, hogy össze fogom hozni. Ghost és Poison, ugye a Poison-t az később rakták hozzá, de bedesszek vagyunk. Szóval köszönöm srácok, hogy velem tartotok ebben a részben is. Ha szeretnétek még több videót látni ebben a Pokémon végjátszás témában, akkor dobjatok egy lájkot, illetve írjatok kommentet, bármi véleményetek, észrevételetek van. Addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek, védjétek a ceteket.